Szerintem, nem bírod, hogy izé néznek már, így néznek rá, hogy pakoljam már. Szerintem amúgy egy ilyen áruháznak, tudom, hogy ilyen minimális töbletet jelentene, ö, mert így is hatalmas bevételük van. De szerintem de, visszajönne béké, másik oldalra. oldalról. Emberi békéne tenni egy bevásárlást. És az, az és kell visszajönne, kevésbé lenne és ugyanott lennél profitilag szerintem. Rátsuk a mai adást nem, nem egyedül csináljuk, ugyanis... Hát amint tudjátok, itt a stúdióban nekünk még vannak hiányosságok. Nagyon rendes volt, az audiospecialista.hu És uh, küldött nekünk, képzétek el, három darab fülhallgatót. Most már. Milyen márkát? Uh, Szenhelyzer fülhallgatóadásra. Nem a ki az audiospecialista.hu Úgyhogy. Pont nem <laughs> Úgy, hogy, uh, hatalmas, is, ki, ki is küldött nekik. Az audiospecialista.hu Nem még a sör, így nem lehet szponzort kinyitni. <laughs> Uh, nagyon tényleg, köszönjük. Tényleg, tényleg, mert tényleg, tényleg, mert nagyon tényleg, a segítség egyébként. Monitorokat is szeretnénk kérni. Uh, két monitor. Megkaptuk ezt a három nagyon fontos vezeték nélküli Sennheiser De, de a Igen, mindjárt. Annyi a lényege, hogy nem bluetoothos, Tehát elvégül ugye nem akartunk vezeték nélkülit, hogy a streamben ne az legyen, hogy, hogy a bluetoothnak mindig van kis, ilyen kis... Késése. késése. igen, hangkésletetése. És ez most nem bluetooth hanem valamilyen külön peer to peer technológiás, nem, nem, értek pontosan hozzá, ez, de elég nincs semmilyen késletetés közötte. Úgyhogy... Ez a lényeg. Igen, mert ha valaki, mit tudom ha használ, nem tudom, akármilyen telefonja van, Samsung, iPhone, és mondjuk használsz egy Airpods-ot, és még úgy vágsz, ott lehet érezni a legjobban, hogy nem nagy az eltérés, tehát ilyen millisekundumokról beszélünk, de például amikor ritmusra vágnád el mondjuk egy Airpodszal. Igen, peer-to-peer -peer technológia. Igen, tehát ha oh. hogyha ritmus, a, ritmus, ritmusra akarnád elvenni, pont elcsúszik egy fél másodperc. Nagy úgy, barzon lesz Csí, itt a stúdióban. Apa. Kérdezem. Nagy barzonozások lesznek. Az Amúgy az jó. Két lehet, hogy kettőt kaptunk végül. Lehet, hogy ez is az? az, az Nyisd között. ki! Ez is, ez is az! Megvan! Az is Jó. az. Jó. az hogy... Kettő, kettő ilyen standos volna van. volna live-ot. Kettő standos van. Kettő standos Há, van. Hát, hát ilyen nem standos. Hát igen. Én a... nekem majd töltögetni nem kell máshoz. Nem. A stand, a stand, az audiospecialista.hu-ról, az egyébként maga a töltő is. Igen. Tudom. Tudom hogy az, az Így néz ki. Na, mindenki az köszönöm, úgy érzem, hogy kicsit, mint egy ilyen karácsonyi ajándék de, jött vagy, volna. Nagyon szép a csomija. Komolyan. De... Hát, sorry. Lehet, hogy pénz nem, van bent, benne. a baj, hogy most nem akarom úgy kibontani, hogy amúgy ki szoktam bontani Azt, ami jó zene szó benne! Csú, apa! Úgyhogy, ö... Yes. Az üzemideje körülbelül 18-20. 20 óra. A sok Varzom sok meccs. De nem varzonizni kell, hanem arra, hogy. Igazából. Csak, én hallottam. Arra arra akarjuk, hogy tényleg tudjunk videókat nézni, úgyhogy akár leállítjuk és reagálunk rá. Azért mondom, hogy Setup az valószínűleg nem nem most lesz. Nem, hát ez nem egy győző Setup. Mert az nem fog elmenni az edés a egész adás ezzel. De Igen, egy Setup ugyan kicsit, ugyan. kicsit. Setup kicsit kom, komplikáltabb dolog ennél, meg itt a géppel össze kell majd hangolni mindent. De tényleg azért szerettük volna, hogy nagyon sokszor volt, hogy néztünk videót így streambe. És hát mi nem hallottunk. Vagy ti hallottátok, vagy mi hallottuk, és ti nem hallottátok. Így már tudunk reagálni majd. Így van. Ez a lényeg. Oh, igen. Jézusom, ezt nem értem. Komplikált. Szerintem na most, na most nem, most, nem most kell. Nem most kell Mindegy, de azért egy standot mutassunk meg, szóval így itt, a, áll, egy. itt van, itt van apa. Úgy arra dob rá a felhallgatót, és ez így majd tölti. Aha, oh, lesz. Wow. Ki ennek nincs standja? <laughs> ja, de hát biztos. Hát nézzétek bele. meg, hogy Biztos fel. bele van írva. <laughs> Na és nézd, o... ott csatlakozik a töltő, hát azok a, az a két fém cucc, jó. arra ráteszed és puf, tölt. Apa! Micsoda megoldások. Kajak! Köszönjük tényleg! Thank you! Köszönjük. Ez, be, ez nagy, segít, nagy segítség, kor, nagy segítség. Van, és, holnap, és akkor tudunk vagy vagy ő, így reagálni. Ha nem is reagál, nem akarunk nagyon... videókat ilyen... nézni, szóval ha van, van olyan hír, amiről beszélünk és van hozzá egy videó, ahol érdemes valamit megnézni, akkor egyszerre meg tudjuk nézni és, és ez jó így van. van. Nem. Amúgy nem olyanok vagyunk, mint esküszöm, mint a boomerek. Hogy? Hát, hogy kaptunk nem. egy fülest és... Csak nem tudom a jobb Nagyon köszönöm nem mondok ám fülest. De nem, de most így pont nézem magunkat, és így nézzük, hogy ez fordítva kell felvegni. <laughs> <vagy>. Kármint, <Tármelyik, gül> <ez gül> hogy én jobb, hogyha az ő szüleimet én látnám. Én tuti amúgy, ez, tuti az lesz nekem. Left. Nekem... Nekem tuti az lesz, de hát érzed, hogy hogy kényelmes. Hogy Így kényelmes. Ja, ja. ja úgyhogy nekik spinneltünk, spinneltünk, egy kommentet. Ne tudjátok csekkolni őket. Én nem hallak titeket. Ö, <coughs> <coughs> lesz a... Eszok. Ezt, ezt. Ne! Ne! Tes! Az az aksi. <coughs> ne! Én még újnak akartam, elrontottad, nem kell. Akkor kérjünk olyat az audiospecialista.hu-tól. Jó, na, köszönjük szépen. Köszönjük, köszönjük szépen. Na. Ma a befele menet, a kocsiba hallgattam a híradót, és bemondták, azt képzeltek el, hogy a pockok, azok a csúnya-csúnya, csúnya kis aranyos pockok tönkreteszik a gabonánál, majdnem a gabonának a 70%-át, és erről volt szó, hogy hogyan tudnák esetleg vagy elkergetni a pockokat, vagy milyen vegyszert, rögtön ez volt nekem, ez volt az érdekes, hogy rögtön azt hozták fel, hogy milyen vegyszerre tudnák befújni az adott területet a pockok ellen. Hogy szerintetek szükséges -e ebben az esetben, mert már is vegyünk alapul egy paradicsomot, amúgy is szerintem, ha bementek egy boltba, az összes paradicsom ugyanúgy néz ki. Szóval, ha mondjuk tegyük fel falun, termeltek egy paradicsomot, azért ott összeviszonylag krikskraksos, az egyik kicsit háromszög alakú, a másik az trapéz, a harmadik, mit tudom, egy rendes gömb alakú. Ja. És ö, most is már annyira gondolom a vegyszerek miatt, meg, meg egy, ilyen, egy ilyen masszív gyártás van a paradicsomok, nem, nem tudom, miért a paradicsomot hoztam fel, hogy azok is ugye vegy, vegykezelve vannak. Hogy kell-e még -e minden ilyen külső behatás nem miatt. Arról most még a pockok hogy... mérgesek és a pockok Nem arról van szó, hogy, a... hogy kell szerintem, hanem hogy így is annyira nullába jön ki sokszor egy gazda, egy mezőgazdálkodásban, egy gazda, hogy, hogy egyszerűen Ez ezzel van. tudja a Ezzel tudja azt a minimálisat is megvédeni magának. azt a, Hogyha elveszíti a gabonájának a 70%-át, akkor, akkor szó szóval azért akar azért akar sajnos vegyszerezni, mert csak így tudja a megélhetőségét bebiztosítani. Az igen, de ez most akkor megint plusz egy vegyszer. Hát ez plusz egy, igen, és ha jól tudom, elmondták ebbe a híradóba, hogy <kül> egyébként nem lehet azt csinálni, hogy mit tenni, hogy egy drónnal végmész és levetszerezed az egészet, mert ezt tiltja most a nébi, hanem elvileg azt kell csinálni, hogy meg kell találni ezeket a járatokat, amikbe a pockok közlekednek, és oda kell be gázolni, befüstölni őket, vagy valami ilyesmi. Uh, úgyhogy komplikáltabb ez annál, mint hogy fogjuk, és akkor körbe megyünk egy traktorral, bepermetezzük az egész izé, búzamezőt, vagy gabonát. Uh... Jött egy érdekes ilyen pockos Igen. kérdés. Uh, fejtsük meg ezt a kommentet együtt. Jerry, él még a pockod? Szerintem ez Harry. és <laughs> éle még a hörcsögöt. <laughs> volt, de utána kijavította magát, most látom, Dávid, kijavította magad. Hörcsögön volt, sajnos már nem él nem tudom, két évesen kb., de elkapott van fertőzést, és sajnos elhunyt, úgyhogy állítólag azt mondták hörcsögös ismerőseim, hogy ez, ez benne van a rákcsároknál. Úgyhogy ö, nincs már hörcsög, de egy pár éve. Előtt... Végtelen búzom az őket a rá rákcsája. Így van. Elhúnt. Egyébként megtaláltam a cikket is. Pocok invázió miatt verték félre a harangokat a gazdák az elmúlt hetekben. A nébi rendkívüli intézkedést is hozott, hogy felvessék a harcot a rendkívüli módon elszaporodott, sokaknál milliós károkat okozó falánk kisemlősökkel. Pedig a pockok elszaporodása nem meglepetés. Ha kedvező az időjárás, amire most azért bőven van példa, Igen. erre lehet számítani. Lennének hatékony módszerek a megelőzésére, de túl sokan szaladnak ilyenkor a gazdaboltok méregpolcaihoz. Pedig Aha. a megoldás ott ver a kert végében, félredobott lécek között, amit majd mindjárt megkeresek. Ó, na, akkor szóval lenne van? alternatíva. Csak gondolom, ugye lehet egyszerűbb, és talán... Jó, hogyha van más alternatíva, hogy megvéd a gabonát, akkor... Ugye alternatív mezőgazdaságról szól, ezek jó dolgok, de tényleg szerintem a legtöbb gazda ilyenkor full stresszbe át, és pánikba, hogy ne hogy az legyen, hogy még azt a, nem tudom, egymillió forintot se szedem ki a gabonának, most mondtam valamit, biztos valamennyi, nem tudom mennyi a tonna ára a gabonának, de hogy, 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 hogy szerintem ezért fut így talán azonnal egy a mérgek fele, bár nem jó, de hogy ilyen, te is, amikor ilyen pániküzemmódban vagy, akkor nem feltétlenül gondolod de át, hanem minél gyorsabban túl akarsz esni a, a pánikon. Kicsit olyan, amikor otthon a kertedben vakon van, nem? Ott is azonnal mész a boltba, az füstölött kiszegényt. Hát, vagy ilyen vakond, igen, de nem tudom, hogy a... Szóval a vakondokat nem tudom, valószínűleg ugyanez, nem tudom, hogy hogy lehet a vakondokat írteni, vagy ilyesmi, vagy hogy lehet egyáltalán írteni. Be kéne deszkázni a, a pocokjárásokat? Ezt pocok keresem, csak arra ad hosszú a cikk, hogy nem tudom, hogy mi a megoldás. Nem csak a magot rágják meg, Igen. hanem kidöntik az egész növényt. szóval, szóval pacot, az alját pacot, elrágják, meg jó, jó, kell őket jó. Tenni? Jó fit be, vannak. Szóval elrágják, elrágják, gondolom, az aljátok az egésznek, a szárát. Meg hát ugye miközben ott izé krúzó jobbra balra a között, most csak mondtam valamit, gondolom, hát azért hozzá simulak is növő. Ahogy ha, ha azt mondom, hogy pocok, akkor el tudjátok képzelni, hogy hogy néz ki? Szóval én, én tudom, én mindig... de kicsit olyan, mint egy hölgy. Olyan, olyan, mint egy ilyen egér, de én mindig valami nagyobbra gondolok. Hm. Ilyen nyest és pocok között hm. gondolok mindig. A, o, olyan, igen. Mindjárt mutatok egy videót. A pockok az egérfélékhez képest ráadásul jóval nagyobb közvetett kárt is tudnak okozni. Ők ugyanis rövid kis csutka farkuk lévén nem képesek felmászni a kalászos, kalászosok Hú. szárán és ott megrágni a szemeket, mint ahogy ezt az egerek teszik. Ehelyett a növény szárának esnek neki, a hivatalok nagyon szigorúan szabályozzák és ellenőrzik ezeknek a szereknek a használatát. Nem véletlen például, hogy őskori vagyis régi fejlesztés de gyorsan lebomló véralvadás gátló hatvanyagot használnak az engedélyezett szerekben. A gyors lebomlásnak azért is nagy a jelentősége, mert az így módon elpusztított károkozókból esetleg lakmározó további állatok számára már ne, ne jelentsen veszélyt. Igen, ugye, itt ez a szar, hogy megmérz, megmérgezett szegény pockot, de, de az viszont jön a sas, a... elviszi Igen. a pockot, és ő is megnyekken. Igen. Szóval ez egy ilyen láncreakció. Mondjuk a sas nem viszi el senki. Mi? A sas az Igen, ez fő, fő apex jó, jó, a pockot elviszi a róka. A sas elviszi a rókát. A róka elpusztul mondjuk valamilyen járványba. Igen, a, a dögevő A, jó, a lényeg, hogy mindannyian meg... meghalunk. Mind meg fogtok halni. Igazából vissz, visszajut valahogy a méreg. De nézzük meg, hogy hogyan lehet a méreg ellen. E... Na, méreg nélkül? Méreg nélkül. Nézzük meg, és utána menjünk a bunkere. Megtaláltam egyébként. Vannak olyan eszközök, amelyek hatékonyan gyorsan, földre kuporodás nélkül lehet a járatokba bejuttatni a szert. Ilyen például a puska. <gül> <gül> De arra is emlékezteted, hogy a drágán megvásárolható méreg drága munkerővel kiutatásánál sokkal olcsóbb, ha igénybe veszik a természet-ökoszisztéma szolgáltatásait, és időben kihelyezik a téfákat... Na itt van, ez a téfa, erről fogunk most a nézni téfákat videó. A a megfelelő helyekre. Na, nézzük Na, meg nézzük már a, videót a videót végre. végre. De hát. majd... Jó, a, a, földön a földön is kéne. Kéne. A elszakadásának a jeleit. Nézzétek, nézzetek 6, 7, 8, 8 10 zsúd is szerepel. Ezért mi ezzel ellen védekezni szeretnénk, és szeretnénk megvédeni a növényeinket a pocsok ellen. Ez a külsőre nagyon kedves kis állat, nagy nyertese az éghajlatváltozásnak. Az enyhetél miatt egész évben táplálkozik, és koratavasztól a tél kezdetéig ötször is fialhat, alkalmanként 8-9 egyed világra De a pocok ugye óriási kártétel csinál, nagy a szaporossága, gyorsan szaporodik, nem alszik téli álmot, a és ezért az zöld és a növényi részeket szóval a, járat. A, a, a téfa, mindent meg megnézzük. Én szerintem a téfa az nem Pockot az lesz. A... A Szegény pocok. pocok. Hogyan védekez méreg nélkül a pocok ellen? A téfa szerintem egyébként egy, egy olyan fa lesz, amire ezek a solymok meg nem tudom mik szerintem rászállnak, oh. hogy tudjanak vadászni rajta, és akkor a pocok nem megyek És amikor a, a pocok oh, kijön, yeah. akkor látom. Szerintem ott van. ott van... Simán lehet, simán lehet. Na nézzük be. A, járat, a mezei a járat, pocok a ellen nagyon nehéz bele. a védekezés. Mére kihelyezése csak nagyon indokolt esetben történhet, és gondoskodni Hú, kell a környék apa. vadállományának elriasztásáról is, mert a tetemeket elfogyasztó ragadozó madarak és a dögevő állatok a is elpusztulhatnak. Itt vagyunk egy téfánál amit előre legyártottunk benne lehet látni, hogy a téfa így néz ki, egy stabil elfa, a fa, van, amelyre, van, amelyre a, a, a madarak, amelyek az egerészévé és a réknál fogják Mennyivel barátságosabb Hát Átváltasz a Ott van, de szép állat. De amúgy nagyon, szóval igen, ez egy jó megoldás. Hatékony. Mert hogyha van mondjuk öt ilyen pocokjárat, kiárat, pocokjárat, kiárat, akkor öt ilyen téfát letesznek? Igen. Hát de és most megtalálod. És az akkor a az, az olyan megtalál, honnan tudja, megtalál, hogy melyik az összes ke? kiáratot. Most átnézed az egész mezőt, hogy hol van egy lyuk a földbe. Hát nem. Több hektár. Hát, hát és hogyha a, erre van a nem gépek szerintem. Mert Jó, melyiket választanátok? Ti vagytok a gazda. Bemennétek a boltba, inkább gyors szétszólni a vegyszert, vagy leraknátok ezeket a Az a baj, hogy szerintem, madár a... szerintem a, fő mentalitás az az, hogy gyorsan, gyorsan szerintem oldjuk meg. Füstöljük ki, vagy mi. Szóval e, e, szerintem ez a fő, ott tényleg az van, hogy vagy elveszíted a megélhetésedet, vagy, vagy izé, most sajnos nem akarom azt mondani, de ott nem biztos, hogy a környezetvédelem az első, amire gondol az ember, amikor mondjuk tényleg ételt kell tenni az asztalra. <coughs> Úgyhogy én úgy gondolom, hogy hogy szerintem sokan inkább befelé rohannak a, a, a vegyszerek szerintem felé. is. Én nem mondom azt, hogy nem próbálnám ki ezt a kis fa dugattyút. De szerintem biztos, hogy még hatékonyságban se, szegény pockok, bocsánat pockot, pockok, ö, hatékonyságban is szerintem a, amit szétszórsz és hát sajnos úgymond fertőtleníted kicsit a, most is a, a meződet, talán az, az, az biztos, hogy hát előre vezető. hiszel abban? hogy Norvégia nagyon-nagyon fenti részén van Igen. egy titkos, nem kell hinni ebben, mert ez, ez tény, Igen. van egy titkos bunker, Tam. ahol magokat őriznek. Mindenféle... Miért nem titkos, hogy róla? Nem titkos. nem Mondtam, hogy ez nem titkos, mert ez tény, Igen, hogy ez Igen. ott van. De hogy szerinted miért őriznek ott fent ilyen magokat ebben a hatalmas nagy bunkerben? Milyen magokról van szó? Minden olyan, szerintem nagyon-nagyon sokféle magról, nem feltétlen arról, amik most pusztul kihaló félben vannak növények, hanem hogyha mondjuk esetleg világvége lenne, Ezért. és túléli valaki, akkor ott fenn Norvégiában a bunkerban megtalálja a dinnye hogy tudjon nyáron dinnyét enni. Tök jó. Tök jó, hogyha például most itt vagyunk Magyarországon. Mennyi idő lenne eljutni Norvégiában mondjuk autóval? Egy nap, a fentem, Spitzbergák egy nem nap. nemzetközi magbunkerhez. Ó, tehát ebben a Spitzbergák, az akkor fenn van, hogy a. Na, Szigetem, nézem, nézem, fent, nézem, fent, fent. nézem, hogy hol van váratok. Az ö... a legészakibb lakott ö, rész. Hogy a a létesítmény egy esetleges világméretű katasztrófa esetén biztosítaná az élelmiszer növénytermesztés jövőjét. A szóval ez szóval ez... Le baj lenne, nagy bimbum lenne, legyen az meteorit vagy atombomba vagy bármi, utána ezek a magok, Biztosra mehetsz, hogy találsz ott szőlő Jó, de hogy fent. mész el oda? A világvége hát, ez az... Ha világ vége van, ha világ van, és már nincs, nincs repülő, az autó, a benzinkutak sem. Ha jó, biztos lesz. Hogy? Hogy tankolod meg? Építesz hát, egy á, ladikot. Á, á, miért a vikingek tankolták a hajójukat? Persze. Ja, hogy te elevezed a hát, Volna. molna. Ha hogyha muszáj, akkor, akkor, izé, akkor nincs más megoldás. Igen, csak a vikingeknél ültek 200-an, és 200-an neveztek. Hát Tudsz toborozni. Szem... Tudsz toborozni, ja. nem, nem, nem egy emberként kell megmentened a világot, hanem itt az a lényeg, hogy... Jó, honnan szerezni olyan hajót, amit már erre mert a vikinget. <sírt> komolyan. Akkor, Akkor Hogy Főn, a, nál, van a Norvégia? van az a nagy vitorlás. Hogy? Az a, az a, nagyon a kalóz, jó. Nagyon Hogy viszed ke tenger? Na jó, várj, vár, vár. A Lea, a Sió a, a Dunnáj vár, vár, vár. Dunából a fekete tenger. Hogyan, mit csinálnátok, ha most világvégén lenne, és el kellene jutni, mondjuk szerintem talán magokat közelebb is, de a Norvégiába el kellene jutni a titkos bunker. Mert csak ott vannak szőlőmagok. Csak ott vannak szőlőmagok, el kell jutni Hogy én nagyon akarok szőlőt tenni. Szőlő, nem, a, a benzin, nem a, játszik, a, mert a benzin, nem maradhat a Benzin össze. kutakon valószínűleg egy egymást nyírnátok. Mindenki. Igen. Tehát a benzinér, is fogyna. Az nincs. Hogy jutnál el Norvégiába? Spitzberg. Most... Tehát egyben a Spitzberg, szóval tényleg nem csak Norvégia, hanem egy, szigetre. Igen. Igen. Hogy jutnál oda el? Kérdés, volna? mekkora mennyit kell ott hajóznod? Szóval most ágy, nem egy óceán kell átszelned, mert Várjál. az necci lenne Nézzi, kicsit. Van. De biztos, hogy, hogy víz akadály útba esik, ugye? Bíz, hát persze. Igen. Hát építesz egy, lad, építesz, egy, 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 egy kis csónakot, vagy, vagy ladikot, vagy tutajt, vagy, vagy, vagy bánom is én. Nézd, <coughs> figyelj, látjátok? Most ilyen pontos ilyen mérföldeket nem tudok, de ott van Norvégia, Grönland, és ez mondom, ez a legészakibb lakott terület ö, a Spitzbergák. Oda azért hát. még ki... Hú, mondjuk az lett. Hát, tesó, itt van Izland, nézd, itt lent. Ez Jó, is de, mások. Fel, fel, a rohadt. Annyira fönn van? Megíg. Igen, és itt még laknak emberek. Jó, De hát hol, akkor oda ők ki, túlélik. Oda ki? Oda. Az necces. I, ide ki. Tudjátok milyen durva a Spitzberg vágva? Muszáj fegyvert tartanod. Spitzberg... Hogyha spitzbergai lakos vagy, akkor muszáj, hogy legyen nálad fegyver mindig. Mert a spitzbergák tele vannak jegesmedvékkel. És hogyha boltba is mész, akkor is... Szóval... Nem szabad, hogy, el, a, nem szabad, a, szabad a. hogy elindulj fegyver nélkül, illetve a boltban vannak fegyverlerakó és még, még egy e, durva ilyen fact a Spitzbergákról az az, hogy nem zárhatod be a kocsidat, mert hogyha valakit megtámadja a jegesmedve, be kell, hogy tudjon ülni a te autódba menedék, tök jó lehet. menedékként. Tök jó lehet. Szóval ez, a, ez a spizbe. <coughs> szóval. Egyébként most itt a szőlő maga Főként gabonafélék találhatóak, ez köztük gondolta. búza, árpa, valamint rizs, kukorica és burgonya minták. Tök jó, mert ott a jeges területen tök könnyen meg De hát nem, szóval. itt az a lényeg, hogy ott állják, mert ugye ott a legbiztonságosabb. De hogy hozod el onnan, ha világ vége Nekem van. itt az el la... Na ez az. De viszont, de... ők viszont lehet ott laknak, és, és hogyha ők ott túlélik, akkor ők már tudnak tovább élni, szaporodni, termeszteni, ja. és majd ők megoldják azt valahogy, hogy legyen egy, egy nem, hajó. Nem, nem kell ennyire extrémitásba gondolkozni, hogy, hogy, ha világ vége van, akkor... De miért mi oda Igen, miért, miért, ott van egy ilyen... Miért, miért, kell a... Azért, mert... mert, 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 mert oda nehéz eljutni. Azért, mert, mert hogyha mondjuk Moszkva közepére tennék, akkor lehet, hogy kevésbé élnék túl a bunkerben a magok az de így mi az értelme, hogy ki cseszed egy szigetre, és nem tudsz kimenni érte? Pont az, hogy elzárt, külön, elkülönített helyen van. De nem tudsz kimenni érte. De ki tudsz menni, megoldják. De Norvégia tetején is kevés ember van. Miért kell kirakni egy szigetre, ahol nem tudsz átmenni? Mert az a legbiztonságosabb hely, gondolom, erről volt felmérés, meg ott tudták ezt így képíteni. Jó, akkor miért nem rakták az Antarktiszra? Sokkal biztonságosabb, még messzebb van. Kérdezd meg őket, nem tudom. Akkor már nem Jó napot Köszönjük, Köszönjük a Martin szépen. Na, Na, nagyon parányomja. Bunkerek vannak több helyen is, azt írják, de mire, mire élvezed és kinő... Na olyan... De várj, ez a bunker ez régen pici volt. Bővítési Bani munkálatok... Habos. Mindjárt lehúzok. Bővítési munkálatok során kialakítanak egy új bejárati betonalagutat, valamint épületet különböző hűtés- és fűtő berendezések tárolására is adnak. Szóval, micsoda? De és akkor ott van benne. 200 ember, aki felügyeli a magok, a, a magok nem kellnek ki egy idő után? Nem, hát hogyha oly le vannak fagyasztva, páramentes környezetben de vannak. Milyen, milyen idő nem. kell ahhoz, hogy azokat természetesen tud? Mi kell, milyen idő Hát kell. attól hát függ szerint... minden növénynek más. Na jó, de itt, na hoppá, itt a óriási baj, amit Henry mond. Köszönöm. Fenn vagy éjszakon. Köszönöm. Fenn vagy a Havas Grönland Igen. közelében. Igen. Ahol jeges Te mindig, 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 a jegesmedék is problémák á, az utcán. Nem érdekes, nem érdekes. Kiolvasztod a... Várj, kiolvasztod a, 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 paradicsommagot, a paradicsom magot, a búza, okay. a búza magokat, a gabonákat. Hol ülteted el? Igen. Na. A jégbe? Most voltam, Vagy van ott termőfőt, most a, bunkerben. voltam a Light Múzeumban, és ott van a, a Budapest Light Múzeumban, ott van egy ilyen kísérlet, hogy egy négyzetméternyi búzát termesztenek így bel, beltéren. Tele van tév egyébként így a maga terem ilyen tükörfóliával, szóval az maga a fal, akkor van rengeteg világítás, van egy autonóm vízöntöző rendszer, és vannak ilyen automatikusan működő szél, mi az, ventilátorok. És ott van az, hogy igazából már hét nap hiányzott már csak a, a hogy hívják, a szántásig, kvázi. Igen. Hét nap kellett már csak, hogy leszedjék a gabonát, mert készen volt, és ezt mind meg tudták teremteni beltéren. Szóval valószínűleg ott is lehetnek olyan dolgok, olyan szobák, olyan helységek, ahol ki van építve egy ilyen, hogy a megfelelő környezetet tudják biztosítani. Jó, én ezt így hülyeségnek tartom, szerintem kellene, hogy legyen a világon, biztos, hogy van amúgy csak, mi nem tudunk róla, biztos van az a réteg, az a gazdag réteg, aki tud róla, de, de szerintem kellene, hogy legyenek ilyen világvége pontok ha már itt tartunk, hogy most ott Norvégiában van ilyen, tehát a világvége pontok, az, az, már megvan, az, az, az a világvége. Az a világ. Az, az, a, nem, nem. Az <laughs> Igen. tehát kell ilyen pontok, ahol, ahova, hogyha valami gond van, akkor el tudsz menni élelemért. És akkor mondjuk nyilván az őrizni kell majd egy világvége, ha eljönne az apokalipszis, akkor az őrizni Nekem kell. kell. Nekem kicsit az a bajom, hogy a világvége nem úgy fog eljönni valószínűleg, hogy, hogy na, jövő hét, hétfő 18 óra, hanem majd ezért kell, Így. Ezért és kell erről legyen. szerintem az emberek 20 a 30 a szerintem életében nem hallott, hogy van egyáltalán ilyen. Hát szerintem több. 89-en nem hallott. Szerintem, ha, bárkinek nem olyan, a Nem olyan, mint egy gyógyszertár, hogy oké, okay, beteg vagyok, tudom, hogy a, itt a bajcsin van egy gyógyszertár a sarkon, és akkor ja. én oda megyek. Szóval nem, nincs nem. meg az, hogy, hogy... Szerintem nem nem, tehát oké, hogy ott van nekik, az nekik jó. Nekünk nem jó, hogy ott van. Azt írja, meg... hogy még hogyha elektromos meghibásodás lépne is fel ebben a bunkerben, az északi sarktól több mint ezer kilométerre lévő teljesítmény fagyott, és lezárt állapotban legalább 200 évet tudna hátvészelni. Na itt van a búza, amit Szép, hamarom berakott egy búzás képos. Na, ennyi, hogy uh, igazából ez volt a Light Múzeumban, hogy maga a... <laughs> Magára húzza a búzát. <laughs> jó, hát nem, ki nem, én, én, most nem én vagyok a fontos. Te most egy búza vagy. <laughs> Hát most ott van a szóval, kép. Igen, igen, szóval tökéletes volt, és a tabletem volt egy tablet mellette, és ki volt írva, hogy tényleg a, szánt, a vetéstől hány nap telt el, a szántás sik hány nap van, meg az is ki volt írva, hogy mondjuk mennyi vizet kapott, mennyi vizet fogyasztott. Úgyhogy, ja. na mindegy. Egyébként ezt a bunkert már használták. A bunkerből 2015. szeptemberében a szíriai háború miatt hoztak fel első alkalommal vetőmagot, mert a polgárháború miatt károkat szenvedett az Aleppo városa melletti magbank, ahol főként a közel országok számára nevetek ter terménymagvakat. Ám már nem volt képes ellátni a feladatát. A kivett vetőmagokat tavaly visszapótolták. Ez egy végig so hogy Nem tavaly, hanem utána rá egy évre visszapótolták. Szóval so volt. Kettőre. Ez mi a szíriai háború, háború alatt... miatt? Ugye nyilván, amikor, szét... hát, amikor szétbombáznak egy, Persze. egy, egy országot, Persze. Ott, ott szükséged van és akkor ott pótolták, vagy pótolták? Utolak pót... vagy elvettek, és utólag pótolták. Kivettek innen, és visszapótolták ebbe a bunkerbe. Segélypontok kellnének, ahová el lehet menni, hogyha ilyen van, De tesu, világvége vége mind, van. Tök mind egy mindegy, világvége van, akárhány segélypont van, nem tudja azt a hirtelen pánikot hát, ellátni. Nem, de az az egy mag tartása ott, vagy az Hát a... de a nem, a magnak megvan a DNS-e, és onnantól kezdve, ki, abból kiindulva, akár már ott lesz, tart majd az emberiség, hogy klónozni tudják a DNS-t, vagy nem tudom. Meg az a baj, hogy és... a peroxida... Balcsi 11-hez a sarokra egy és magpontot, igen. hát az, az, az miért élnéd. szóval ha te nem éled túl a világ végét, akkor az ott a sarkon miért élnéd? M nem, 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 mert kellene, az is, az is ott te van zárva, tehát elzárva ja, el legyen. Kéne. Bunker kéne, ide legyen. a Bazilikához. Pesti a, a, mell a, a mellé. Különböző, a pont Annak nincs értelme. Különböző pontokhoz kellene a világon. a na nagy. Az összes Meki alá. Da. Az összes, összes metróvonal alá. Nem, Nem a fővárosokban, hát Budapesten. Mondom, hogy a metró. A metró az, a, az bunker, az, a, az mindenhol bunker. Lá, játszottatok a Metro City, Metro... A, a Metro 1000... Igen, igen, valami, igen, valami. igen, igen, Ott van az, hogy pont egy ilyen apokaliptikus világban, a metróban tudnak csak túlélni az emberek, és komplet városok alakulnak ki, és akkor te onnan jársz ki néha így így a, a felszínre, komolyan. ahol még ha jól tudom, ugyanúgy radioaktív minden, meg nem tudom, mi, mert atombomba Fú. volt talán, és hogy a. Ne o, o, és, és onnan indul ki a, a, a küldetés igazából egy a metró. <kül> mi az alagutakból. A, a kicsinyítés című filmben is ö, benne van ez a fajta termesztés. Arról szól, hogy a túlnépesedés miatt lekesítik az embereket, hogy kisebb helyen éljenek, és a vége felé benne van, hogy a szikla belsejében itt termesznek növényeket. Én ezt láttam, ezt a filmet, de nem emlékszem Egy Kicsit elvont film, de nem tűnik uh, Én... annyira rossznak. Láttam, de ez azt hiszem a Meddemonnal van. Az baj szerintem nincsen igazából És akkor akit nem kicsintek le és te óriás maradsz, és akkor így mész, és így ó oh, bocs. Hát kb, igen. Most annak szerintetek oh, van alapja, hogy a, a Zuckerberg bunkert épített vajon magának? Hát az össze, szerintem az összes ilyen nagyon gazdagnak van. Nekem, én, én ha, ha hát, megtehetném, én is csinálom. Nem, nem, nem azért épített, mert ugye most tudja, hogy jövő héten baj lesz. Nem, de Na, csak hogy ha lesz. Csak, csak akkor, igen, én is csak csinálnék. van pénze rá. Ha lenne rá pénz és nem lenne probléma elköteni 10-20-30 millió dollárt arra, hogy egy, egy, atombiztos vasbunkerem legyen, ami, ami tele van, mit tudom én, egy évre, öt évre elegendő kajával, vagy két évre elegendő kajával, megcsinálnám. Viszont kérdés az, hogyha már ide jutunk, hogy világvége, akkor, akkor szerintetek mi a jobb? Meghalni? Vagy az, hogy te túlélted, oké, okay, mitől mit tudom, pár ezer vagy pár tízezer másik emberrel az elég világ, egész világon. Tehát mi a jobb, akkor már menni, és akkor vége, neked is véged van, és akkor nem kell szenvedni, vagy akkor előjön a túlélési ösztön, és inkább megpróbálni, és mindent megtenni azért, hogy túlélj. Mit például ott a legenda vagyok. Film. Az Biztos, nagyon jó. Nagyon Jön a második részem úgy képzeld el. Komolyan... Most jön a második részben jelentették. Aztá. Bár, bár az összes verzióban azt nagy... <coughs> Lehet a... nagy pofon lesz. Mert? Mi hát jön? a Will Smith. Értem. Na, de a lényeg az, hogy, hogy ott is például ott van egyedül a kutyájával túlélte a sok zombi között, szenved minden nap, meg a sötétben kell élnie, meg nem, nem adhat ki hangot, meg mit tudom én. Most ez a jobb élet, vagy akkor inkább meghalsz? Ezen sokszor gondolkodtam én meg is. Meg az sem. is, hogy Ugye? akkor Jó, fel a családodba csak te élet túl. Az a másik. Jobb egyedül? Öszt, azért, vagy az ösztönök azt mondják, hogy jó éljünk, de mégis egyedül vagy, jobb úgy leélni egy életet, vagy jó, akkor már. Egyébként a Vírus is ott, ott durant el, amikor a kutyája Meghalta, meghalt. Hálta, meghalt igen, mert, mert, mert az a szóval, rohadt zombi megette. Igen. Igen szóval, hogy amíg Sőt, a, a kutya ott meg, volt, és tartotta benne a. társaság volt, meg tartotta benne a lelket addig kevésbé volt, de utána igen, ő is az elég. És ő ölte meg a kutyát, az a legdurább, hogy ugye zombi lett, és saját magának kellett lelőnie, nem? Ő ölte meg szerintem. Valami... Igen, 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 átváltozott a kezébe, és ott megfojtott. Ja, igen, és az olyan Ó, rossz jelenet. hideg, igen. rossz élet. igen. Igen. nem tudom, de ha már túlélném, akkor biztos, hogy az ösztön miatt, én nem, nem... jó, most könnyű így róla beszélni, de ha szerintem a túlél, túléli az ember, akkor már nem vetnéd nem el tudja, az életedet. Igen, nehéz. Viszont lehet, hogy ott megfordul a fejedbe, hogy jobb lett volna, ha nem Igen, vagy ha mondjuk látod, hogy jön, mint a meteorit, most mondok valamit, akkor lehet, nem megyek le a bunkerba, nem? Meg egy Insta kép gyors. Persze. Kiposztolni? Twitch-e sok, like, sok like, mert biztos sokan fogják akkor az Insta görgetni. Hashtag mert ekkora képre előjük a szponzort. Gyors, gyors, szenhányzer gyors, fel. Füles fel. Audio, köszi az audio köszi az audiospecialistahu hogy hallgatatok, hogy nem zavar a meteorit zaja. Én nem süketülök meg, süketülök. Nem megy ma. Én nem süketülök meg, ti igen. Na, srácok, 35 másodperc, megyek. Á, ah, tesó, nem. Bocs, srácok. No, Hova mész? Melyek az RT reggelibe? Na, promózni az a tesó. És tényleg, és tényleg befogom. Ha úgy van, nyolc... Megy nagy póló, hogy Twitch.hu felrúg a Legközelebb vigyél be egy triós bögrét, majd ha megjön. Ja, így szürcsölj bele. csak bármi van, leragasszák, tudod. Hát fel. Hát nem, azt azt mondod, hogy egy saját brand. Persze azt ilyen olyan leszek, mint amikor Jó, az ATV-ben mennek a politikusok, és akkor hozta balabit, és akkor kihozza, és egy Tetoválás a nyakra. Trio.hu. Na, azt nem szedik le. Twitch.tv, megolják. megoldják. megoldják. Na, 8.40-kor leszek, és ha leszek. Nem, én nem, nem, nézek, nem nézzük. Nem én, nézzük. nézzük. Én, én, is az, én is az edzőteremben akkor ott leszek. Na, srácok, 7.40, tényleg indulnom kell. Jó ja, te valam? most elmész? Nézők, az nektek is szól. Oké. Biztos volt már veletek olyan szituáció, meg veled is, Ábel, állsz a boltba, a kasszánál, kezdetben van a nem tudom, mit szoktál venni, Párizsi, igen. Mindegy. ez a Párizsi, és látod, hogy a kassza mellett jobbra vagy balra, még ott van valami, még ott, ott a hűtőpult, nem kell -e még nekem mondjuk fagyasztott zöldség, vagy fagyasztott, nem tudom, brokkoli, bármi. Oda mész Bár a ott hűtőp... inkább az üdítők vannak kitéve, nem a kassa mellett, meg ilyen nasik Csak így valami, kitéve. de egy kicsit arrébb kell menned, jó, okay. és mögötted nem állt senki. Okay. Elmész jobbra, és gyors, leveszed a brokkolit, leveszed a spenótot, mindegy, visszamész a kasszához, Viszont ez alatt a 10 másodperc alatt valaki beállt már a sorba. Te visszakéreckedsz elé, hogy bocsi, uh, sorban álltam, amúgy csak levettem egy brokkolit a polcról, vagy pedig szó nélkül beállsz az illető mögé. Vagy fordítsuk meg a, a szemléletet, beállok én a kasszába, ö, ahol, ahonnan te kiálltál, és te visszajössz hozzám, és azt mondod, hogy bocsi, itt álltam a sorban. És én visszaengedjelek téged, vagy pedig te feladtad azzal a, poz, azzal a, ezen, a ezen lehetőséggel a pozíciódat, és te lemondtál arról, hogy te a kasszában harmadikként állsz sorban, és te Ezt újra meg, más, hogy Jó, uragás. Megszavasztom. De ott, vagy. vagy akár jó, megszavaztatom, megszavaztatom. megszavaztatom. Szóval ezen gondolkoztam én is, mert rendszeresen fordul ilyen, fordult ilyen elő, hogy még tényleg már benne állok a sorba, mit én, alig van nyitva pár kassza, eleve azt nem értem, hogy, hogy egy nagy szupermarketben miért csak egy-kettő kassza van nyitva, és a többi önkiszolgáló, amikor nem szívesen szeretem ezeket az önkiszolgálókat használni, de mindegy, de hogy tényleg, hogy kiállok valamiért, mert még gyorsan eszembe jut, de tényleg, amit te mondtál, hogy ott van a kassza közelébe. És, és utána én bevallom, nem kérezkedek vissza, mert én kvázi úgy vagyok vele, hogy Hülye voltam, feledékeny voltam, feladtam a helyemet. De megértem, hogyha valaki elén bekéreckedik, mert hogy amúgy tényleg egy másodpercre állt ki. Szóval te alapból nem kéreckednél nem, vissza, én nem de hogyha valaki ilyen... bejönne, akkor visszaengednéd. Igen, én nem szeretem az ilyen konfrontációkat, hogy ne, nem biztos, hogy én kiállnék ebben a e, itt magamért, hogy, hogy ú, hogy amúgy ott voltam, és hogy akkor izé, hanem valószínűleg az lenne, hogy hogy jó, hát lenyelem. Mert ugye ilyenkor, hogyha hát te kiállsz onnan a sorból, mondjuk tegyük fel, már ott állnak mögötted, te kiállsz a sorból brokkolit nézegetni, én automatikusan egy lépés jó, előre. Hát mondjuk azt és szerintem én ott, hogyha valaki így kiáll... Hogyha de... elmegy valaki nézelődni máshova, de jobbra... nagyon messze mentél? Hát mondjuk tegyük fel, innen nem tudom... Nem, a, nem, nem, most ne a rágós pultra gondolj, hogy, hogy ott az egy kis üdítőt kiveszek, jobbról, meg balról egy, egy Twixet lekapok. Okay. Hanem mondjuk tényleg nem nagyon messze, de mondjuk egy, egy olyan um, nyolc lépést jobbra kiállsz. De jössz lépés, egyből vissza. Nyolc lépés, az belefér. E, rendszeresen van ilyen, hogy így előlem így kiállnak, de hogy akár mondjuk kisebb boltokban, ahol nincs ez a tényleg, hogy be vagy szorítva egy ilyen két, egy sorba, hanem kisebb városi boltokban tudod, hogy így valaki még így ellép így a előlem. És akkor mit tudom, egy banán tényleg leszed így a, a poltról. De hogy így, így, kb. látom, hogy vissza fog jönni, mert csak, hogy így áll, már a készkosarával áll, és így és akkor tudod, Csak ez azért érdekes, mert a nézők 91%-ban arra szavaztak, hogy igen, te azzal feladod a pozíciódat. Igen. Viszont akkor, hogyha most megcseréljük a szemszöget, ti nézők, ezt most azt írtátok 90%-ban, hogy igen, pozíció feladva, ha előttetek adja fel valaki a pozíciót, és csinálok majd mindjárt még egy szavazást, akkor őt visszaengeditek? Vagy pedig, mert akkor nektek itt ezzel ki kell mondanotok azt, hogy nem, ő nem jöhet De várj, miért nem, nem lehet a kettő külön? Hogy, Azért, mert, mert én más... én nálam külön van. Én nem nálam is külön vissza, van, nálam mert... is külön van, de viszont ö, ugyanakkor egy véleményem vagy, szóval itt azon a véleményem vagy, hogy te kiállsz, én feladtam a pozíciómat, nem várom el, el hogy, hogy visszálljak. Van. Viszont hogy te mögötte állsz, akkor ne is enged vissza, mert azon a véleményem vagy, hogy figyelj, feladod a pozidot, én, én már itt vagyok. E, igen, de szerintem ez más, amikor te csinálod meg, és akkor úgy vagy el, hogy jó, mindegy, lenyelem. És más az, amikor másnak az életébe kell kvázi így beleszólnod, hogy te, már pedig te nem jössz ide-vissza. És hogy akkor ott érted, ott már egy ilyen védekező pozíciót fel kell venned, hogy nem, azzal, hogy izé, és ott el kell kezdened magyarázni, hogy fie, feladtad a pozíciót. ezt nem lehet, <coughs> nem kell ilyen drasztikusan de, 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 de hogy... ott már tudod, hogyha egy kicsit csöndbe akarsz lenni, és nem, nem, akarsz, mit tudom, boltba így el, jó. vagy így saját jó, jó. Elég, akkor annyit mondasz, hogy persze menjünk. Jó, vigyük tovább, mi van, hogyha ő teszi szóvá, hogy, de nem úgy, hanem, hogy, hogy hát figyelj, én itt álltam. Azért nekem nem volt ilyen még. Szóval volt azért, hogy visszaálltam, tényleg egy banán elég kiugrottam még, és akkor vissza. De hogy így valahogy így, szerintem ilyenkor lehet érezni azon az emberen, hogy ő, ő csak így hirtelen gyorsan, vagy még ami megoldja az összes ilyen konfliktust, azt tudod mi? Valakit ott Nem. Hátrafordulsz, és azt mondod, hogy figyelj bocsi, itt elugrok ezért, és jövök vissza. És ennyi. És, és ezzel, Jó, már, ezzel, már, megoldottad a konfliktusokat, hiszen nem az lesz, hogy félreértés van, hogy te így gondolod, ő úgy gondolja, hanem szólsz neki, hogy amúgy tényleg csak egy dologért gyorsan elfutsz, és már is jössz vissza. Jó, mi van akkor, hogyha tegyük fel valaki kiáll, ott hagyja a kosarát, itt írták a csetbe. Ott hagyják a kosarát, és még őt hogy gyors összeszedi a kis bolonyai ragút, meg a tésztát, meg a kis parmezán. Attól függ, mert hogyha egy do gyors dologért fut, ki megint csak egy mondjuk egy tényleg nem tudom én mindig a banán mondom, de a boltban ahol szoktam vásárolni ilyen városi boltban a gyümölcstand van a legközelebb és akkor azért de hogy szerintem hogyha egy dolgot ami így a kassa közelében van vagy a kasszától mondjuk tényleg egy, egy, egy gyors ilyen ki, ki, kitérőre azon nincs baj de hogyha e már oda teszi a, a kosarát, a félig üres kosarát, és telepakolja, mert hogy még elmegy azért, ami azért, ami azért, azért, és már amúgy lehet, hogy már a csávó rég sorra került volna. Tudod, hogy már te jöttél volna, akkor az ott De szerintem azért ilyen nem rendszeresen van. Aztán lehet, hogy jó, jó boltokba jár. Tovább én. viszem. Na. Tegyük fel, elmentek ketten vásárolni a Grétával. Igen. Barátnővel elmentek vásárolni, vagy Igen. baráttatok, mindegy. És te tudod, hogy még neked kell három-négy dolog, de a sorba beállítod a, a, társadat. Én szoktam olyat. Szoktál olyat, hogy Igen. elküldöd a, a Grétát, beáll a sorba, Igen, mert... te addig még összeszedsz három-négy dolgot, Igen. és beállsz mellé? Igen, mert mondom, engem ez szokott felidegesíteni, hogy rendszeresen olyan hosszúak a sorok, mert ugye nem, nem szeretek, hogyha sok dolgom van, egyszerűen nem fogok önkiszolgáló kasszába így pityegni, meg nem tudom micsoda. Szóval az arra van, hogy felpakoljam a, a, zére, a szalagra, és akkor utána lepityegjék nekem, és én csak visszadobjam gyorsan. És... És, és például, amikor van 20 kassa az adott szupermarketben, és kettő van nyitva, és annál a kettőnél rohadt nagy sorál, akkor én úgy vagyok vele, hogy álljál be mindjárt hozok egy babot, babkonzervet, meg egy kukoricakonzervet addig, uh -huh. addig álljál be, mert annyival is előrébb vagyunk. Szerintem ez nem gáz. Mert az meg. Szerintem a se. A az más, hogyha tényleg már mondjuk annyira beállítom előre, hogy a réta már soron következik, szóval ő lenne a kövi. És akkor tudod ott már, jaj, hát nem jöttem meg idő, nem jött meg a párom időbe, menjen előre, hát menjen előre, itt menjen előre. egy, itt egy másik szitut is, ami viszont szerintem tök jogos és tök jó van, nem, nem tudsz belekötni, és sokszor előfordul, hogy te veszel egy darab valamit, és előtte áll egy, egy idősebb néni, bácsi, tök mindenki lehet fiatal is, egy egész kosár mindennel. Ja. Ja és ő előrenged. Ezt szerintem igen. nagyon sokszor előfordult, ezt én is, én is szoktam. Igen. Szóval hogy én is mondom, hogy látom, hogy ott van valaki mögöttem egy darab, nem tudom, paradicsom, ja, most, ja. hogy ja. Ma majd mindig ezzel példálózak. Azt mondom, hogy mennyi, gyorsan végzel, addig én fel, amíg te én mit észre? Az idősebbek szoktak gyakrabban előre igen. fiatalokat. Igen. Szóval, hogy tényleg ez, hogy egy dolg, dolgod van, bemész tényleg egy gyors péksütér, meg egy üdítőér, és akkor az idősek többször észreveszik mert nézelődnek, nem, nem a telefonunkat nyomják, uh -huh. nem... És akkor tudod, hogy hátrafordulnak, és mindig olyan kedvesen, hogy jaj, hát tessék menni, fiatalember! Uh -huh. és, és mindig az idősek, és és amikor meg lettem, és ugyanígy tele van pakolva, izé, akkor én nem azt mondom, hogy nem volt még olyan, hogy ne engedtek volna előre, de szerintem nagyon-nagyon kevésszer. És euh, én, én is így szoktam nézelődni, szóval, hogy én is szeretem így előre a, 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 a tényleg az ilyen keveset vásárló valakiket, de de én tényleg azt vettem észre, hogy engem inkább csak az idősebbek engedtek előre, és egyébként ha meg úgy van, hogy nem vesznek észre engem, hogy kevés tudszom van, én nem merek már szólni, hogy előre mehetek Ja, előre. én, én alaba nem szólnék. Igen, Igen hm. mert van, van, van az a kategória is, aki mert szól. egy kicsit úgy jön le, hogy Igen. jó, oké, de hogy miért engednélek előre? Mögöttem Igen. jöttél. Szóval én, én szólni azért soha nem szólnék, hogy... Még, talán még, a sietnék, akkor lehet, de azért soha szóval nem szólnék, hogy van a egy darab konzerv, és akkor elnézést néni, látja, hogy csak egy-egy van, ha igen, hadd menjek de... már be oda, hadd legyek már. De szoktak kicsit. szólni egyébként, és igen. akkor is azt mondom, hogy menjen nyugodtan. Persze. persze, nyilván, de hogy. Bennem de, de se az a késztetés, hogy szóri, akkor igen. most befurakodjak. be, be Nem meg. azon a három percen múlik, az tényleg más, amikor mondjuk akkor a sor van, ha a, beállítom a grétát, én összeszedem még a nem tudom, üdítőt, meg, meg, tényleg egy konzervet, és akkor utána megyek. Én összességében azt tettem észre egyébként, az egész vásárlás, és én próbálom ezért inkább megrendelni a kajákat sokszor, nekem ez egy rohadt nagy stressz. Ja. Szóval ja, az ilyen. egész vásárlás elképesztő nagy stressz. Ott vannak tényleg általában, az, is, az sem mindegy, hogy mikor mész, mert de elmész mindig, mondjuk. Mindig tele van az egy. Jó van, amikor de rosszabb. Én ott olyan elmentem, fél tizenegykor, bementem Budörsen egyszer az osamba, a nagyban Igen. nyilván, tele volt a parkoló. Ja. Fél tizenegykor. Szóval ja. nem az volt, hogy munka, ez a, a, a nagy forgalmas négy után. Igen, négy nem, dolog. nem, vég, folyton tele van, és annyira annyi jó, hogy mondjuk egy akkora bevásárló, nem ki. látod annyira a tömeget, nem látod, bemész, de, de fosztás van bemész 10 -30 egy kor. kisebb ilyen uh, diszkont mondjuk, <coughs> akkor tényleg ott az van, hogy ugyanúgy tele van a parkoló, viszont ott a kis sorokban már alig fél száz, uh, száz, uh, hogy, uh, hogy, uh, a Tényleg a sok ember is, Gréta egyébként sokkal jobban uh, uh, triggereli a bevásárlást. Ő nagyon ötször gondolja, hogy mikor megy el bevásárolni, mikor lehet kevesebb ember, meg ilyesmi. Nekem ez annyira nem fejtörés, hogyha el kell menni, el kell menni, de az tényleg nagyon stresszes, hogy dobálják, tudod, így, így húzzák le a termékeket. De muszáj vagy Tudom, hogy gyorsan. Tudom, hogy gyorsan, és ő te meg így. Tudom, muszáj nekik, muszáj nekik. többször meg is írtátok hozzá, hogy hogy Egyszerűen muszáj gyorsan csinálni. Azt nem tudom, hogy figyelik egyébként, hogy. Azt nem tudom én. Van se, egy de... ilyen számláló, hogy mennyi intervallum telik el. De nagyon varázsol, hogy, hogy azt az tesz igazán stresszesé. Nekem régen volt még a tényleg -ba, tesco ba Magyarországon is, Kanadában most vezették még csak ki hogy ö, egyből bepakolnak, szóval ahogy húzza le, mert van teszi egy zzacskóba. ember, aki, meg van egy ember, ja, hogy ő, aki lehúzza, Igen. őt rakja be az acskóba. Igen, hogy volt az osamba két ilyen fémkar, közé kifeszítve az acskó, és ö, ahogy húzta le a terméket, már tette be. Az, a, az, jó? az tök jó dolog, csak hát ugye bejött az, hogy fizetős lett az zacskó, bejött az, hogy műanyag zacskók nincsenek, Meg, nem ugye, mindenki, igen, nem mindenki mondjuk, akar zacskót igen, venni. otthonról mondjuk egy, egy igen, zsákot, igen, igen. és akkor abba szóval a a mindig. a környezetvédelem valamennyire beleszólt, és ezzel úgy vagyok vele, hogy oké, okay, persze, szóval nincs ezzel baj, csak az, az, annyival kényelmesebb volt, hogy tényleg fogták, és ne ahelyett, hogy így, a, így mellé dobták volna, és akkor hogy lecsúszott volna a termék azon az izén szalagon, a, ahelyett egyből az zacskóba dobták bele. Úgyhogy én azt, Amerikában azt, is úgy szerettem. van, hogy a legtöbb boltban van plusz egy ember, aki neked bepakol. Ja, csomagoló. Igen. Csomagoló ember. Igen. Igen. Engem mondjuk erre most pont leszoktatott, Márti, mert én is olyan voltam, például veszel egy fürtös banánt, Igen. azt te belerakod egy zacskóba? Nem. Veszel egy avokádót? Nem. Nem. Én a... mindig beleraktam egy zacskóba de, reflexből. De, de még hogyha mondjuk egy almát veszek, az sem, Hogyha há, négy-öt almát veszek, akkor már igen. igen. És a három almát veszel egyesével, leméred mind a hármat? Ö, nem, ráteszem együtt a mérlegre, ráragasztom az egyik almára az izét, és megmondom a kasszába, hogy ez a három almának Ezt a súlya. Elfogadja? Aha. Ők, hát. ők is úgy vannak amúgy, a kasszások is úgy vannak, hogy ahol tudjuk, csökkentsük így a, a zacskó használatokat. Hát. szóval ilyeneknél nem, hogyha tényleg olyan van, hogy ami így szét tud, tudod, sok mandarin. Ott persze, hogy zacskóba teszem, mert ott nem fogom egyesével így rá yeah, yeah. izé, balanszírozni. Írják egyébként, hogy ö, valamelyik üzletben van olyan, hogy nézik azt, hogy mennyi termék per ne, perc húzódik komolyan. le a kasszánál. Ne. A, mérik a statisztikálat, és azért befolyásolja a fizetésedet. Ha nem vagy elég gyors a kasszába. Úristen. Akkor lehet, hogy hogy downgrade van. Úristen. Hát ez nagyon. Gyors. Jó, de valóban, tényleg. En... De nem. Profitra megy az összes áruház, szóval, hogy... Én értem, minél több embert lehúzni, csak e, a fizetést miért nem lehet ettől függetlenül né tenni? Meg itt szerintem nagyon keskeny a határ, szóval az, hogy mondjuk XY kettő termékkel többet lehúzott, igen. az most azért nem egy óriási... Tudom, hogy a nap végén igen, hogyha non-stop áll a sor, akkor összegyűlik, de, de azért nem mindig van az, hogy, hogy egy sor kifogyhatatlan. Meg tudod, ezáltal, hogy tü -tü -tü -tü, szóval hogy ilyen uh, robotizálják az egészet kvázi, <coughs> hogy hogy te tényleg mennyit húzol le egy perc alatt, ezáltal azt érik el, hogy az a minimális emberi kapcsolat is, ami mondjuk a boldba létesülni tudna, az, 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 az ki kell iktatni. Szóval az, hogy milyen napja van ma, vagy hogy tudod, ez a kis bálcsevegés, <coughs> de hogy az, ami <coughs> emberibbé tenni a bevásárlás folyamatát, hogy egy picit tényleg Olaszországban még ez van, hogy így beszélgetsz a kasszással, négy-öt mondatot. Öh, ott, ott van erre idő. Uh -huh. Itthon már nincs erre idő, mert ezt kiiktatták, főleg azért akkor, mert ezek szerint a fizetése múlik, és akkor érthető, hogy nem akar csevegni a Meg én azt is képzelni, hogy tegyük fel, a lidl kedves volt a kasszás, nem izdacot izé ja, pakolod, ja, ja. mint az állat, oda nem mész be, mert hogy pont, vagy pont, hogy bemész, majd kedves volt a mert lehet lassabban húztam, nem tudom mi. Szívesebben járok oda, mint a XY a másikba, ja. mert ott meg, ott meg darálja le non-stop, mint, a robot. Ja. És egyszerűen nem győzött pakolni, stresszbe vagy, hogy mögötted állnak. Szer nem bírod, hogy izé néznek már, így néznek rá, hogy pakoljam már. Szerintem amúgy egy ilyen áruháznak, tudom, hogy ilyen minimális töbletet jelentene, mert így is hatalmas bevételük van. De szerintem de, visszajönne másik oldalra. Emberi békéne tenni egy bevásárlást. És az, az, és ott lennél profitilag szerintem, csak ja. hát ez kimeri hát, Valószínűleg nem, amúgy valószínűleg nem lennél ugyanott azért a mai világból kiindulva, inkább <coughs> az van, hogy izé, hogy minél többet bidél gyorsabban. Ha nem vagy elég gyors a kasszában, áttesznek kirakodni az üzletben. Nálunk Szlovákiában mm -mm, 30 a minimum. 30 mi? 30 termék per perc? Tütü? Az rengeteg. Az kurva sok. Az két másodpercenként egy. Az sok. Az nagyon sok. És, és azért tetejébe, sokszor van, hogy nem veszi be, vagy És te várja várjál, itt bele tartozik kérdés, beletartozik e a termékek lehúzásába az, hogy a fizetésnél mennyit vár? Mert hogyha mondjuk egy mondjuk induljunk ki egy idősebb néniből, aki lassan veszi elő a készpénzt, az a te fizetésedet befolyásolja? Ör, szerintem nem, mert szerintem amikor lehúznak, most javítsatok ki, lehet, hogy ti tudjátok, a a... A... amikor lehúzta a 30 darab ö, terméket, szerintem ott van egy gomb, amit megnyom, és onnantól kezdve nem, nem az számít, hogy ő ő milyen vagy lassú, az, hogy amikor, hanem hogy tényleg xy, jaj nem működik amikor az beütődte, jaj, hogy nem a kártya. Amikor beütöttem, akkor ott lenullázódik az ideje, és akkor mm -hmm. látjuk mindegy, igen, mennyi idő telik Igen, mert arra nem tehet, hogy ő, ja. mondjuk valakinek nincs pénz a kártyán éppen, vagy rossz kártyát használ, vagy, vagy nem tudom mi. Durva amúgy, eh, szóval eh, eh, ezzel, hogy... Ettől tesszük függővé, hogy most te mennyit fogsz keresni, vagy hogy hol, hol dolgozol, hogy most áru feltöltő vagy, vagy, vagy kasszába vagy. Ez. ez... Fú, nem tudom. Én még, még egy dolgot akartam mondani. Én abszolút meg tudom érteni azt, hogy ez egy. Azért ez egy monoton munka. Ja. Találkozol egy nap ezer emberrel, és nem tudsz a századik embernek is mosolyogni, meg kedves lenni. Ugyanakkor mégis van, ö, ahova én járok vásárolni sokszor. Kétfajta kasszás néni. Az egyik, ő olyan, hogy bármikor bemegyek, tényleg bármikor bemegyek, ő mosolyog. Kedves, szia, hogy vagy, köszönöm, kellemes napot. De kb. ennyi, nem több. Nem több, de hogy És ez Van a... egy másik, akin látod, hogy, 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 hogy nem... nem. Ö... Ez olyan, mint az nem orvosok tanulós, már beszéltünk erről jel. De hogy ö, 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 látod rajta, hogy, hogy egyszerűen nem tud senkinek se egy, egy mosolyt adni. De igen, és lehet, hogy nem hogy kell neki lehet, mosolygatni, hogy már anyodott az élete, vagy nem tudom. És szóval én abszolút én... megértem, csak én azt sem tudom elképzelni, hogy ez a nő, az első néni, aki, aki mindig mosolygósan köszön nekem, hogy ő mindig vidám. Én azt se tudom elhinni. Aha. De ugyanakkor mégis talán legalább megpróbálja elhitetni velem azt, hogy hogy mint, mint az amerikaiak, ott is full kamu az egész, full. hogy hey, how are you? Igen, de az, az is tud idegesítő lenni. Az hát, is tud idegesítő igen. lenni, de azért mégis más. Ja. Nekem itt ezzel van dilemmám, hogy... Mindkettőt megértem, csak a nap végén meg mosolyogva jövök ki az első néninél, a másodiknál nem. Így van, igen. Kasszásnál a legjobb, hogy fülén van a szett, és nem tudod, hogy hozzád beszélek a kollégáért, ez rendszeresen van nekem, hogy így ja, ág aha, Ágika, Ágika, és akkor tetszett valamit mondani? <laughs> ne hagyja Igen, morzónozik. <laughs> <laughs> van szemhely, még egy monitora. Meg fülése van, Van nem? még egy Honnan? Az audiospecialista.hu-ról? <laughs> így van, így van, onnan. Van még egy monitor a kassza mellett, lehúz gyors két tejet, hú, hú, essünk, esés van. Hol, itt jó, van egy jó kérdés, hogy bír Olaszországban beszélgetni a <coughs> Nincs nagy sor, kérdőjel. Ö, van nagy sor Olaszországban is, viszont annyival <coughs> nyugodtabbak az emberek, hogy nincs az a túlfeszengés a sorban, hanem jó, hát most idős néni ott beszélget a kasszással egy öt-tíz mond öt mondatot. Van, hogy egyébként én is elmosódok rajta, mert hallom, hogy miről beszélnek, hallom a beszélgetésüket, hallom, hogy a néni mit mond, hogy mit mesél magáról. Szóval, hogy, hogy, hogy nem tudom, ott, ott eleve valamennyivel elfogadóbb így a, a társaság akár így a, a lassúságra. Itt Itthon meg nagyon kell pörgetni mindent, meg mindenki hülye, aki, aki nem azonnal csinál meg mindent. Vagy, vagy hát én ezt eszem hogy, hogy Igen, igen. Nincs türelem itt, elfogyott a türelem. Türelmetlen Hogyha a valami magyar. nem, nem úgy megy, ahogy a mesekönyvben meg van írva, de egyébként a, tudod hol látni ezt azonnal? Leszállsz a repülőn. Ja. <laughs> Landolsz a repülővel, XY feláll, fú, a magyarok. miért nem megyünk már? Ja, igen, nyugi. nyugi. Mindenki azon van, hogy menjetek. Mindenki azon van, de felállsz, és ó, hol van már az a busz? Köszönjük, hogy itt voltatok. Holnap Fúcsa, Volt, volt, pocok mag. Morcos bevásárlás. Ja, így, ja, ja, volt minden. Köszönjük kicsit. az, au az audio <coughs> tényleg a feladatokat. Ja, ja, köszönjük ezeket. Be fogjuk üzemelni minél gyorsabban. Csak ezt élőben nehéz azért. Igen. Nem vagyunk se tech videósok, hogy pikpak tudjuk, hogy mi hogy működik sajnos. De az, ez, jó lesz azért majd, amikor tényleg csak lekapjuk a fülesbe, kapcsoljuk azt meg ja. a videó is. Minden adáshoz hívjatok meg plusz egy jövő, havert élőben. Jövő héten lesz más helyszínen adás? Jövő, Igen. Hét van? jövő héten Igen, lesz egy, egy... Esti adás. Egy is. extra adás lesz. Egy extra adás, meg, meg öm, Szóval egy plusz adás... Lesz és egy meg... plusz délutáni adás jövő héten, és... És egy eh, reggeli, hát egy különleges egy... helység. <laughs> Nagyon különleges adás lesz jövő héten. <laughs> az, az érdekes lesz.